A zempléni szlovákok tájházának udvarán elkészült csűr átadásával kezdődött az idei Mária napi kórus találkozó. A csűr átadón az Országos Szlovák Önkormányzat közművelődési központjának vezetője kiemelte, a pajta lehetővé teszi, hogy a most felnövekvő gyerekek megismerkedjenek a 19. század végén és a 20. század elején használt mezőgazdasági eszközökkel. Én úgy gondolom, hogy ezzel az új csűrrel újabb lehetőség nyílt, hiszen itt a gazdasági eszközöket lehet bemutatni. Tudjuk jól, hogy Bányácskán miután már nem működtek bányák, a mezőgazdasággal és a szőlőtermesztéssel foglalkoztak az itt élő ruszinok és szlovákok. És hát ha itt nem mutatjuk be a tárgyakat, csak mesélünk a gyerekeknek róla, nem biztos, hogy fogják tudni, hogy melyik eszköz mire volt alkalmas. A pajtát az Országos Szlovák Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös támogatásával építették újra. A tájház udvarán korábban is állt egy csűr, ennek pontos mását építették fel. Mindazt megkapják a mi iskolánkba járó gyerekek, amit a szlovák iskolába járó gyerekek, azzal, hogyha veszik a fáradtságot és kijönnek biciklivel, túrázva vagy éppen autóbusszal ide Rudabányácskára, megnézik a tájházat és aztán pedig megnézik ezt a csűrt, ami egyébként a pontos mása az előbbiekben, azelőtt itt álló csűrnek, és megnézik és meghallgatják a itt lerakott szerszámokról összeadott mezőgazdasági alkalmatosságokról azt, amit tudniuk kell. A kórus találkozón Sátoraljaújhely csatoltelepülés részén működő helyi kórusokon túl fellépett még Csörgő kórusa, de érkeztek Mikóházáról, Vágásutáról, Hollóházáról is énekesek. Itt a együvé tartozás élményét szeretnénk ezzel erősíteni. Mi a károlyfalvasiakkal és a széphalmiakkal is mindig is barátságban voltunk. És most van egy ilyen, na az, hogy most mi két nyelvűek vagyunk, a károlyfalvasiak úgy német nyelven két nyelvűek, a széphalmiak pedig mint barátok, mint hát végül is, hogy mondjam, egymáshoz tartozunk mi itt a Újhely térségében is. A kórus találkozó mindenki Mária énekekkel készült. A kórusok Szűz Mária tiszteletére énekeltek dalokat németül, szlovákul és magyarul.